mozgással a prostatarák ellen. Novemberben már évek óta a férfiakat érintő daganatos megbetegedések és a mozgás jótékony hatása kerül a középpontba a Magyar Rákellenes Liga kezdeményezésére. Sagó Tarjánban idén a 10.000 lépés program is kapcsolódik a figyelemfelhívó kampányhoz. Tavaly indult országos útjára a 10.000 lépés program. Most Sagó Tarjánban azt mondtuk, hogy akkor novemberben legyen, amikor a férfi bajokra fókuszálunk. Erről azt kell tudni, erről a 10.000 lépés programról, a Bíró Krisztina onkológus szerint is, hogy a prostata daganat diagnózisába, terápiájába fantasztikus fejlődés tekinthető, sorra jelennek meg a újabb gyógyszerek, amelyek az életminőséget, életkilátást, élettartamot javítják, hosszabbítják a betegeknél. Ugyanakkor egy olyan egyszerű és olcsó terápiát nem vettünk még eddig igazán igénybe, mint a mozgás. Ugyanakkor a rendszeres, szervezett, aktív mozgásnak nagyon nagy előnyei vannak, nem csak a megelőzésben, hanem a terápia hatásosságában, a terápia mellékhatásainak kivédésében és a rehabilitációban is. November 13-án többek között erről is szó lesz a Balassi Bálint megyei könyvtárban, a Salgó-Tarjáni Alapszervezet rendezvényén. Ura onkológus és gyógytornász beszél majd a prostatarákról és a mozgásterápia lehetőségéről, de lesz ingyenes PSA szűrés is. A szervezők férfiakat és nőket egyaránt várnak. Ez a férfiaknál a harmadik leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés, ugyanakkor idejében felfedezve nagyon-nagyon jó hatásfokkal tünetmentessé tehető, gyógyítható, tehát van megoldás, amire figyelnünk kell, mivel itt nagy kockázati tényező az életkor. 40 év fölött javasolt évente egy urológussal találkoznia az uraknak, egy PSA vizsgálat és egy manuális vizsgálatot végeztetni. A rendszeres mozgás pedig azért, mert a túlsúly kétszeresére növeli a kockázatot, tehát itt a túlsúly miatt is nagyon-nagyon fontos. És tegyünk meg mindent, ugye, ne csak a nők. A nők másfélszer többször járnak orvoshoz, meg egyáltalán jobban odafigyelnek talán magukra, de itt az idő, hogy fogjuk meg a férfi társaink kezét, és együtt tegyünk egészségünkért. A prostata daganatos megbetegedések száma az országos átlag alatt van Nógrád megyében, viszont a halálozási statisztikák rosszabb eredményt mutatnak. Ennek oka a késői felismerés és a szűrővizsgálatok mellőzése.